Sziasztok, itt vagyunk egy újabb adással, ezúttal nem a garázsból jelentkezünk, bár szeretünk a garázsból adni, műsort csinálni, de most eljöhettünk ide a Duna Auto Volvo márka szervizébe, aminek azért örülünk, mert tudunk nektek mindenféle alkatrészeket mutatni, tehát kicsit nem a levegőbe beszélünk, nekem sajnos a garázsban otthon nincsen turbóm, főtengelyem így szétszedve, még dugattyút tudunk, ugye a korábbi műsorokban is mutattunk dugattyút, de azért ennyi mindent nem tudunk, és még van egy-két alkatrész eldugva, meg egy-két dolog, amit szeretnénk majd megmutatni. De amit először szeretnék nektek megmutatni, az egy könyv, amit elhoztam magammal, innen fogunk indulni. Ez a Linner György Autotípusok című könyv sorozatának az 1969-es, tehát pontosan 50 évvel ezelőtti kötete. Talán sokan ismerik ezt a könyvet, mert valamikor még a régi világban ez volt az autósok, az autórajongók bibliája, hiszen ebben lehetett nyugati autókkal találkozni, méghozzá katalógus szinten, és nagyon sok műszaki leírás volt benne. A könyvnek az első, nagyobbik része az szinte műszaki leírás, csak utána jön a katalógus. Azért hoztam el, mert fő témánk most a fogyasztás csökkentés, és ezen keresztül a károsanyag csökkentés, illetve a széndioxid kibocsátás csökkentés lenne, hiszen tudjátok, hogy a széndioxid kibocsátás és a fogyasztás az nagyon szorosan kötődik egymáshoz, hiszen amennyi üzemanyagot elégetünk, abból javarészt széndioxid keletkezik, meg vízpára, ugye a hidrogénből vízpára, a szén részéből pedig széndioxid, meg szénmonoxid is, de hát azt közömbösítjük a katalizátorral, tehát ez már kicsit bonyolultabb. Azt szerettem volna nektek megmutatni, itt majd mindjárt egy pillanat, most ellapoztam sajnos, tehát kiesett a könyvjelző, Volvo szervizben vagyunk, ezért egy Volvót mutatok nektek. A kor Volvója a 144-es Volvo volt, aminek ide ki is írtam az adatait, a legfontosabb adatait, ugye 1969-ben vagyunk, ennek egy 1,8 literes, egy kicsit mutatom, 75 lóerős motorja volt, az autó tömeg 1170 kg volt, 170 km/h volt a végsebessége, és most jön az érdekes adat, a fogyasztás, a gyakorlati fogyasztás a 11-12 liter volt 100 km-en. Egy másik autót is hoztam példának, ez csak azért, mert ennek kicsit közelebb esik a mai autókhoz az adata, ugye ma már senkinek eszébe nem jut egy 4,5 méteres autóba 75 lóerős motort beszerelni. Ez a Mercedes 250-es, ebben egy 6 hengeres 2,5 literes motor volt, 130 lóerős, az ugye már közel esik a mai teljesítményszinthez. 1440 kg volt a tömege, 180 km/h végsebessége. Már ennek a fogyasztása viszont legkevesebb 10 liter volt, de akár 16 literre is fölmehetett. Na most ehhez képest szeretném megmutatni az előrelépést, mert szerintem látványos. Itt vagyunk a 2019-es autónál, ott a Volvo V40-est hoztam, ami azért hoztam őt, mert tömegben körülbelül, hát kicsit azért még nehezebb is, nagyobb a teljesítmény, ugye egy 1,5 literes turbomotorja van, 190 km/h végsebessége, a szabványos fogyasztása az csak 5,6 liter, hát persze ez nem annyi, itt ugye gyakorlati fogyasztásokról volt szó, hát ahogy az én tapasztalatom mutatja, hogy ilyen teljesítményű, ilyen tömegű autónak az átlag fogyasztása inkább olyan 7 liter körül van, de akkor sem 11-12. És itt a Mercedesnél pedig a C160-ast hoztam példaként 2019-ből, azaz ebből az évből, azt ugye egy 1,6 literes turbomotor mozgatja, 129 lóerő, tehát majdnem ugyanannyi, mint a 130. Érdekes, 1440 kg a tömege, pont annyi, mint a 250-esé volt 50 évvel ezelőtt, csak hogy a végsebessége már 216 km/h, a szabványos fogyasztása pedig 5,7 és nem 10-16 liter, tehát ez is inkább azért a valóságban olyan 7-7,5-8 liter körül adódik, de hát még a 8 literrel számolunk, az is fele a Mercedes, az 50 évvel ezelőtti Merci 16 literes fogyasztásának. Úgyhogy szerintem látható, hogy megfeleződött a fogyasztás. Ugye kérdés, bár ezt szerintem sokan tudják úgy nagyjából, hogy minek köszönhető ez a szerintem látványos haladás. Hát ugye a modern technikai megoldásának a mérnökök borzasztó sokat dolgoztak, akkor még főleg a versenyszellem hajtotta őket, hogy ugye a Merci kevesebbet fogyasszon, mint a BMW, vagy a Volvo fogyasszon kevesebbet, mint a Merci, tehát ugye próbáltak a fogyasztást leszorítani, majd megjelentek a környezetvédelmi előírások, amik ezeket kívülről is serkentették. Ugye ezek vezettek elsősorban a befecskendező rendszerek bevezetéséhez, ugye ezek az autók még karburátorosok voltak, ugyan viszonylag gyorsan megjelentek az elektronikus befecskendező rendszerek, amik sokkal pontosabb üzemanyagadagolást tettek lehetővé,
és így megoldható volt a katalizátorok bevezetése, ugye a károsanyagcsökkentés oldalán. Mondjuk itt annyit megemlítenék azért csak így érintőleg, hogy a katalizátor nem tett annyira jót, mert ugye az kénytelen az ideális 14,6 kg levegő 1 kg benzin arányjal dolgozni, mert ott a különböző károsanyagoknak a keletkezése ott egy ilyen kompromisszumot mutat, ott egy nagyon alsó ponton van, pedig a szegény keverékes üzemmel, ahol viszont sok a nitrogénoxidok keletkezése, takarékosabban működtethetnénk az autót, ha pedig kevesebb levegőt adunk a benzinhez, földúsítjuk a keveréket, akkor még nagyobb teljesítményt tudunk kivenni belőle, de ezt nem lehet, mert a katalizátor azt nem szereti, azon nem tud együttműködni. Utána ugye jöttek a további fejlesztések, megjelent a hengerenkénti négyszelep, és ugye ne felejtsük el egy nagyon fontos lépést, a turbófeltöltők, van is itt egy turbófeltöltőnk, azt meg is mutatnám, ami tulajdonképpen két darab, mondjuk a turbóról már beszéltünk, de annyit érintőleg elmondani most is róla, mint fogyasztás csökkentő szerkezetről, hogy ugye két áramlástani gépből áll tulajdonképpen, egy összetett szerkezet, ez a fele, ahova a kipufogógáz belemegy, nem tudom, bele tudunk nézni, ott látszik a kis járókerék valamennyire, ez a turbina rész, ugye erre megy rá a kipufogógáz, ezt pörgeti, mégpedig ezt ugye azért csináljuk, mert a kipufogó gázban még a hőmérséklete, nyomás, a sebessége révén még sok energia marad benne. Ezt olyan jó lett volna kivenni, ugye erre való a turbó. És tulajdonképpen azt is megtehetnénk, hogy csak ezt az energiát használjuk föl, már azzal is megtakarítanánk, például a tengelyel hajthatnánk generátort, de a főtengelyre is rádolgozhatna. Erre mutatok, hogy a repülésben volt ilyen, például ez a világ egyik legszebb repülőgépének tartott Lockheed Constellation, ennek 18 hengeres, 55 literes motorjai voltak, és ezekben már olyan volt a turbó, ami egy kis tengely segítségében ráhajtott a propeller tengelyre. Tehát ilyen megoldás is volt, ilyen is létezik. De az autóban nem ezt használjuk, nem ezt a trükköt, hanem inkább az autó lélegzését könnyítjük meg, mégpedig oly módon, hogy a turbinának a közös tengelyére, tehát a turbina tengelyére egy kompresszort teszünk, ha ott benne nézünk, talán ott is látszik a kis lapátkerék, ugye ez egy centrifugál kompresszor, és a kettő együtt ezt hívjuk turbo feltöltőnek, ugye ez egyrészt mentesíti a motort, nem kell beszívni a levegőt, ugye mindenki tudja, a szívás az azért munka. A másik pedig az, hogy ezzel ugye azt is meg tudjuk csinálni, nem annyi levegőt küldünk be a motorba, amennyit az pontosan igényelne, hanem kicsit többet, vagy esetleg sokkal többet, és ennek révén a teljesítményt is tudjuk növelni. De a legfontosabb az, tehát ma igazából azért terjedt el, mert a hatásfokot tudjuk javítani, ugye csökkenteni tudjuk használatával a motorok méretét, az ugye régen is látszik, hogy ugyanakkor a teljesítményt, ugye a Mercedes egy 2,5 literes, 6 hengeres motorból tudta kivenni, míg ma ugye a modern motor egy 1,6 literes vagy 1,5 literes motor, sőt, egészen 1,2 literig lemeltünk turbó feltöltővel, és abból is ki tudjuk menni a 130 lóerőt. Ebből ugye kisebb a motor, kisebbek az alkatrészek, ezért kisebb a súrlódás, tehát már ez is egy fogyasztás csökkentő szempont, azon túlmenően, hogy ugye a turbó hasznosítja a kipufogó gázban lévő fölösleges, vagy pluszban megmaradt energiát. Ezek voltak a nagy lépések, talán még említhetném a hibridizációt, tehát a hibrid is fogyasztás csökkentő, ugye a dízeleknél is megjelent a turbó, az elektronikus befecskendezés, vezérlés, ezek is ugye mind-mind lefele tolták a fogyasztást, ugye a benzinmotoroknál is a dízelek után megjelent a közvetlen benzinbefecskendezés. Ez is egy nagyon fontos lépés. Majd elérkeztünk oda, hogy ugye megszületett erre egy előírás is, ide föl is írtam a táblára, ami újabb lökést ad tulajdonképpen a fogyasztás csökkentésnek, hogy 130 g-nál nem bocsátatnak ki az Európában forgalomba hozott autóflották több széndioxidot kilométerenként. Tehát 130 gram per kilométer lehet a kibocsátás. Ide fölírtam az adatokat, ez benzines autóknál 5,6 literes fogyasztásnak felel meg, dízeleknél 4,9-nek. Csak hogy a fejlődés nem áll meg, ugye nagyon sok az autó, nagyon sok a széndioxid kibocsátás, még így is pedig láttuk, mennyit csökkent a fogyasztás, úgyhogy az előírások még tovább szigorodnak, 2021-re már csak 95 g-ot bocsátatnak ki az autóflották kilométerenként. Ez ugye azt jelenti, hogy
hogy egy autógyár forgalomhoz kisebb, nagyobb autókat, ott megnézik, hogy melyikből hány darabot ad el, annak mennyi a széndioxid kibocsátása, és ezt az egészet átlagolják, és a magasabb fogyasztási, illetve széndioxid kibocsátási értékből, meg az alacsonyabb fogyasztási széndioxid kibocsátási értékből átlagolva nem jöhet ki nagyobb érték, mint ugye 2021-től benzinesnél 4,1 liter, dízelnél pedig 3,6 literes fogyasztás, nem ezért érezzük, hogy borzasztó alacsony még a mostani értékekhez képest is. És ez már nem megy másképpen, csak hogyha ha minden apró kis dolgot tovább fejlesztünk az autón, tehát ezeket a nagy megoldásokat még tovább finomítjuk. Még egyet szerettem volna elmondani itt nagyon gyorsan, hogy míg a 130 g-nak a nagy következménye nem volt, ahogy én tudom, az autógyártókra, ennek a 95 g-nak lesz, tudjuk, ilyen egész meredeken emelkedő büntetést kell fizetni az autógyáraknak, ha többlet széndioxid kibocsátást produkálnak az autóik. Itt például bemutatnám, hogy ha csak 4 g-mal is meghaladják ezt a 95 g-ot, akkor autónként 95 eurós büntetést kell leróniuk. Ami most érdekes, ez benzinnél, ha jól számoltam, remélem, hogy jól számoltam, 1,7 deciliteres, nem literes, deciliteres túlfogyasztással egyenlő, dízelnél pedig másfél decivel, tehát mondjuk ott a benzinesnél nem azt jelenti, hogy ha valamelyik autó 4,1 helyet 4,3-et fogyaszt, az már arra már kirúj, tehát az átlag úgy jön ki, arra már kirúják ezt a 95 eurós büntetést. Most nagyon sok ilyen finomítás van folyamatban, finomítják például a csapágyakat, csökkenteni próbálják a surlódást a dugattyú és a henger között, új égési eljárásokat próbálnak kifejleszteni, a turbókat tovább fejlesztik, de van egy olyan része a történetnek, ami folyamatosan kivette a részét a fogyasztás csökkentésből, és úgy néz ki, hogy még nagyon fontos szerep hárul rá, sokan talán nem is gondolnák, tehát itt ezt is fölírtam, hogy jegyezzem, ez pedig a motorolaj. Tehát ha megnézzük, a 60-as, 70-es években még a 15W-40-es olajok voltak gyakoriak, a 80-as években vezették be az 5W-s olajokat, 5W-30 a 80-as évek közepétől kezdett elterjedni, főleg Nyugat-Európában, mert Európának ezen a felén, úgy így mondjam, az autóban maradt a 15W-40-es nagy általánosságban, de ma már ott tartunk, sőt, hát igazából ez nem is most kezdődött, egy régebbi folyamat, de most kezd kiteljesedni, hogy a nulla bevés olajokat használjuk. Ugye azt tudni kell az olajokról, hogy a dupla V melletti számozja az a hideg viszkozitás, a másik szám a melegen mért, 100 fokon mért viszkozitás, vagyis folyékonyság az olajnak, és ahogy csökken a szám, annál folyósabb az olaj, annál kisebb az ellenállása, annál könnyebben működik a motor, annál könnyebb, kisebb ellenállással szemben működik a motor. Magyarul ez mind szépen részt vesz a fogyasztás csökkentésébe, azért is csinálták ezt a gyárak. Arról nem beszélve, hogy a motorokban megnőtt terhelés, ugye itt most már a motorok majdnem mind turbósak, igénylik azt, hogy az olajnak a teljesítő képessége is nőjön ezzel. Tehát azt nem lehet megtenni, hogy az olaj hígul, ugyanakkor nem képes kenni, tehát ez azt is jelenti, hogy nagyon utána mentek az olajok fejlesztésének, ami ugye először a részszintetikus, majd a teljesen szintetikus olajok megjelenésében jelentkezett. Ugye ilyen nulla V-s olajat már csak szintetikusban lehet elképzelni, de ebbe is több út van, ugye lehet, hogy tudjuk, hogy a szintetikus olajokat is úgy, egy részét úgy képzik, hogy kőolajból indulnak ki, majd ezt kezelik, és ez alakul át olyan molekula szerkezetre, ami már szintetikusnak tekinthető, de van olyan módszer is, amiről egyébként egyszer már volt szó, ahol földgázból indulnak ki. Ez ennél tisztább eljárást én nem tudok elképzelni különben, hiszen itt a metángázból, a földgázból indulnak ki, ami ugye csak szenet és hidrogén tartalmaz, tehát sokkal tisztább, mint ha mondjuk szénből próbálnék hidrogénnel előállítani valahogy egy alapolajat. Látszik is, hogy teljesen folyékony, teljesen szintelen, úgyhogy ez egy kiváló alapolaj, amit aztán lehet adalékolni. Egyébként most már ott tartunk, hogy a nulla V-s olajak, amiktől sajnos a mai napig vannak, akik tartanak, ezek a nulla dupla V-s olajak, ezek annyira általánosak, hogy a mostani autóknak a 70%-ában már ilyet kell tölteni, míg a
az olyan dízel, nagy dízel gyártók, mint például a Volkswagen, Audi csoport is már 40%-ban nullavés olajakat használ, ami szerintem egy óriási arány is mutatja a fejlődést. Tehát ugye sokáig voltak az 50V30-as olajok, gyakorlatilag a mai napig használjuk őket, mert nagyon sok autóban még mindig ez való, de sőt, tehát van egy olyan kis apró probléma, hogy olyan autókban is ezt használják, amelyben pedig nem ez való, hanem már a 0V30-as, 20-as olaj lenne való, az lenne a gyári előírás, csak félnek tőle, hogy hú, ez túl híg ez az olaj, ez hát ha valami bajt okoz a motorba, pedig nem, mert ha megfelel a motor előírásának, tehát a gyártói előírásoknak, akkor igenis ezeket az olajokat kéne használni belejük. Már csak azért is, mert ugye tudjuk, hogy hidegen is hamarabb eljut az olaj a kenési helyekre, melegen is el fog jutni a kenési helyekre. És plusz van egy olyan adalék, hogy csökkenti a fogyasztást. Adott esetben 5%-os fogyasztás csökkentést is el lehet érni vele, és ezt ma már szabvány is csökken, is előírja pontosabban. Tehát van az ACEA nevű ugye minősítési, erről volt szó az olajos, korábbi ilyen olajos videóinkban, ez a minősítő cég, aki különböző fokozatokba osztja az olajokat, és például a C5-ös előírásra, meg az A5-B5-re a gyártónak, az olajgyártónak garantálnia is kell egy fogyasztás csökkenést. Nézzük meg egy kicsit, hogy ugye azt írja elő a 2021-es szabály, amikor 95 g-ra kell leszorítani a szén-dioxid kibocsátást, hogy a benzinfogyasztást például 4,1 literre kell levinni. Hogy is alakul ez a büntetés? 4 g túlfogyasztásért 95 euró büntetést rónak ki autónként a gyártóra. Na most ehhez a benzinmotornál 1,7 deciliteres túlfogyasztás kell. Magyarul, ha nulla B-s olajat, persze ez kicsit sarkítása a problémának, de csak az olajjal ezt a fogyasztást be lehet hozni, akár a benzinesnél, akár a dízelnél is, és már is megúszza az autógyártó ezt a bizonyos büntetést. Persze nyilván nem így fognak eljárni, hanem nagyon sok egyéb módszert be fognak vetni, amikről szó volt, hogy hogyan csökkentsék a fogyasztást. Sokan félnek ezektől az olajoktól, szerintem teljesen indokolatlanul, meg a tapasztalat is ezt mutatja, majd még mutatok erre egy érdekes példát. Pedig erre semmi ok nincs, mivel ezekben mindent beletesznek, ugye volt róla szó a megfelelő alapolajtól és az adalékoktól, hogy ne jelentsen problémát, sőt, jobban működjön velük a motor. És ez már ott tart, hogy mostanában pont ezeknél a motoroknál, aminél ezeknél az autóknál is beszéltünk, a két példa autóknál, ugye mindenki tudja, hogy most már majdnem 100%-os a turbó ellátottsága a benzines autóknál, direkt befecskendezés van, turbófeltöltés van. Ugye kicsik a motorok, de nagy teljesítményük, nagy erők ébrednek bennük, és egy újfajta problémára figyeltek föl ezzel kapcsolatban, főleg az Egyesült Államokban, de nálunk is, itt Európában is akad rá példa, amit talán úgy lehetne mondani, hogy alacsony fordulati vagy kis fordulati előkorai gyújtás, kopogásos égés, ami akkor adódik, amikor egyik korábbi videónkban beszéltünk arról, hogy nem használ a motoroknak az a fajta terhelés, amikor például emelkedünk fölfele 5-be, 6-ba, kisfordulatszámon nagy gázadással próbálják fölerőltetni az autót. Na pont ez az üzemállapot, amikor sajnos föllép ez a jelenség, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek, mivel itt ráadásul a kopogás nem úgy következik be, mint a simán a korábbi spontán motorokból, kicsit a felső holdpont előtte, sokkal korábban is bekövetkezhet. A jelenség oka pedig az, legalábbis pillanatnyilag ott tartanak a kutatások, egyébként tényleg nagyon frissek a kutatások, hoztam is magammal egy jelentést, ami például üzemanyag szempontból vizsgálja a problémát, az például 2018 májusi kertezésű, tehát még nincs egy éves, ahogy ezt próbálják kideríteni az okokat. Azt találták, hogy az a gond, hogy a direkt befecskendezett, közvetlenül a hengerbe befecskendezett üzemanyag lemossa a hengerfalról az olajat, és ez a dugattyú tetővel, ott a felső gyűrűvel érintkezve, onnan leválva, valahogy lángra tud kapni, és elindítja az égési folyamatot. Itt persze tudni kell, hogy a direkt befecskendezéses motorok nem a felső, nem úgy, mint a dízelek, nem úgy működnek, hogy a felső volt pont közepén, amikor a közelében, amikor a dugattyú már legfelül van, és már mindent összenyomott, akkor fecskendezik be az üzemanyagot, hanem sok esetben már a szívó
ütem közben, tehát kicsit úgy működnek, mint a normál motorok, majdnem úgy mondanám, mint a karburátorosok ilyen szempontból. Tehát ezért fordulhat az elő, hogy lemosódik az üzemanyag, keveredik az olajjal. Pillanatnyilag ott tartanak a kutatásokban, hogy ezt az üzemanyag minőséget, tehát a rossz minőségű üzemanyag generálhatja ezt a problémát, gyorsíthatja ezt a problémát, és a másik a motorolaj. Elkezdték a motorolajakat vizsgálni, és azt találták, hogy az adalékokban, ha a kálciumot tartalmaz, az például nagyon rossz ilyen szempontból, az nagyon elősegítheti ezt a fajta kopogásos égést. Ezt egyébként, nem is tudom, hogy hova írjam föl, csak hogy meglegyen, LSP-nek szokták rövidíteni, ez a low speed pre-ignition, vagyis alacsony fordulati kopogásos égés, vagy előgyújtás. Tehát az a lényeg, hogy nem akkor gyullad meg az üzemanyag, amikor kéne neked, hanem sokkal korábban. Itt sokkal nagyobb nyomáshullám épül fel a motorban, ami szétveri a dugattyút, elgörbítheti a hajtórudat, nagyon komoly motor problémákhoz vezet. Na most persze ez nem maradhatott kezeletlenül ez a problémakör, az olajcégek azonnal kapcsoltak erre, ugye nyilván visszavették a kálcium tartalmat. Sajnos, ami használna neki, ha jól tudom, a foszfor tartalom az használna például, de ezt nem lehet beletenni, mert ugye a direkt befecskendezős motorokban ma már szintén van részecske szűrő, ugyanúgy, mint a dízelekben, nem egészen ugyanolyan, de nagyon hasonló szerkezet, mint a dízelekben, és az nem tud együttműködni a foszfor tartalommal, de mindenféle más módon mennek utána ennek a problémának. Ugye az egyik megoldás ugye a nagyon jó alapolajok használata, itt megint megmutatom ezt, tehát nagyon fontos a kiváló minőségű alapolaj, ráadásul nagyon fontos az, ami az alapolaj, az ilyen nagyon jó alapolajoknak az egyik ilyen járulékos tulajdonsága, persze nyilván a gyártó rámegy erre a tulajdonságra, erre a képességre, hogy sokkal jobban tisztán tartják a motorokat. Tehát ugye a leváló koromrészecskék, stb. Szintén részük lehet ebben az LSP-nek nevezett problémakörben. Ezekkel az olajokkal ez nem fordul elő, hiszen sokkal tisztábban üzemel a motor, nem koszolódik el, sem a dugattyú, sem a gyűrűkön nem képződnek lerakódások. Tehát fontos az alapolaj, fontos az adalékolás, és pont ebből kifolyólag megjelentek a teljesen új olajok. Itt most mutatok egyet, ami én úgy tudom, hogy nincs is még forgalomban, de jön hamarosan. Itt ugye ez is egy 0W20-as olaj, de nem is ez az érdekes benne, hanem a teljesítményszint. Ugye mindig az olajoknál is elhangzott, hogy az olajoknak az ilyen nagyon fontos tulajdonsága az úgynevezett viszkozitási számérték, vagy folyékonysági számérték, ugye ez a 0W20, de a másik az, hogy ugye a teljesítmény szint is megfeleljen a motoroknak. Eddig az amerikai olajintézet, az API, vagy ahogy mi szoktuk mondani egyszerűen az API, eddig esen volt a maximális teljesítmény szint, amit előírtak, de már megjelentek ezek a bizonyos SN pluszos olajok, illetve Amerikában ez a GM-nek az előírása, az a Dexos, de gyakorlatilag ugyanazt fedik lényegében, hogy ezek az olajok már képesek lecsökkenteni, sőt megszüntetni ezt a bizonyos alacsony fordulat, nagy terhelési kopogásos égést, ami nagyon megvédi a motort, tehát ilyen olajokat kellene most már ezekbe a járművekbe használni. Egyébként is jegyzem meg, hogy jönnek tényleg a 0W16-os olajok, például Amerikában már a hibridekben olyanokat használnak. Ugye a hibridnél azért kell csökkenteni, azért jó, ha nagyon folyékony olajat használunk benne, mert ugye a hibrid rendszer hol leállítja, hol beindítja a benzinmotort, és itt nagyon fontos az, hogy ugye az olaj mindig ott legyen, nagyon gyorsan el tudjon futni, tehát egy hibrid autónak például elég sokat árthatunk, ha egy keményebb olajat töltünk bele, hiszen az ugye lassabban válik folyékonyá, tehát már amíg fölmelegszik, már addig problémákat okozhat, nem jut el a kenési helyekre, fokozott kopást okozhat. Tehát a dolog lényege az, hogy nem kell félni a 0W-s olajoktól, jönnek, itt vannak, amelyik autóba ez való, ahol a teljesítményszint megengedi, ott érdemes ilyet használni, ugye egyrészt tisztábban tartják a motort, és csökkentik a fogyasztást is, de hogy mennyire általános a használatuk, arra mutatnék még egyet, erre a szerviz egy nagyon érdekes példával próbált, itt a kollégák hívták fel a figyelmet, nem is tudom, hogy csinálják itt helyet neki, de egészen így terveztük a dolgot, de most megpróbálom a történetet itt megjátszani, arrébb teszem ezt a kis táblát, hogy láthatóvá váljon egy szerkezet. Itt a szervizben az olaj után töltést már így végzik, a falból jön az olaj, mint látható egy ilyen szerkezettel. Itt ugye ez úgy működik, ezt egy szóban elmondanám, hogy bent van egy beállító
számítógépot, be lehet állítani, mennyi olajat kell kiadni, és utána itt a szerkezeten csak meg kell nyomnia, ugyanúgy, mintha tankolnánk, tulajdonképpen csak meg kell nyomnia ravaszt, ha úgy tetszik, és annyi olajat fog az autóba adagolni, amennyit előre beállítottak. De nézzük meg, hogy milyen olajakat töltenek már itt a szervizbe. Be van természetesen még a régebbi autókhoz 5V30-as, vagy 5V30-as, hogy én szeretem igazából mondani, de a másik két olaj már a 0V30-as, illetve a 0V20-as, ahogy szó volt arról, hogy az új autókban már teljesen általános ennek a használata, úgyhogy ha valaki ilyen új autót vásárol, akár turbósat, tehát nagyon modern, tehát turbófeltöltőset, közvetlen befecskendezésest, abban is, ha az a gyári előírás, nyugodtan használhatja ezeket az olajokat, így tudja kihasználni azokat az előnyöket, amit az a motor egyébként is nyújt. Mostani videómban ennyi fér be, köszönjük a figyelmet, én nagyon köszönöm, ha végignéztétek, remélem érdekes volt, ha itt találtatok, akkor iratkozzatok föl, és szívesen látunk benneteket legközelebb is a monitorok előtt. Garázsból? Lehet, hogy a garázsból jelentkezünk, én nagyon remélem, én nagyon szeretem a garázs hátteret, de az is nagyon jó, amikor tudunk olyat mutatni, amit sajnos a garázsban nem.